Én azt gondolom, hogy benne van ebben az egészben a magyar mentalitás. Nagyon sokan azért ügyesen széthúzni is akarnak, miközben összefogni szeretnének. De én ezzel nem sokat törődök. Én tudom, hogy ahhoz, hogy bármi eredményt érjünk el, még nagyon sok embernek kell fölébrednie. És engem nem zavar, ha néhány utcával arrébb gyűlik össze egy másik 1000 ember, itt is összegyűlik, még egy helyen vannak, Magyaródon is kin vannak. Az jó, hogyha sok helyen ébred a nép, és sok embert megérint az, hogy látja, hogy valami nem stimmel. Tudjuk, hogy most ugye van ez a magyar változata a konvojnak, ami nyilván nem olyan vehemes és erőszakos, mint a kanadai, ahol megtehetik, hiszen a lakosság 70%-a egyetért azzal, ami ott történik a kamionosok részéről. Magyarországon el kellett azt fogadják az autósok, a kamionosok, hogy itt a szabályoknak megfelelően lehet kicsit megmutatni magukat és ide-oda sétálgatni. Ez így megtörtént, és azt gondolom, hogy sikeres volt, sok ember odafigyelt rájuk, üdvözölte őket, és ennek van értelme. Mindenféle olyan kezdeményezésnek is van értelme, ahol megpróbálnak szimpatizánsokat gyűjteni, aláírásokat gyűjteni, például van ez a sorsfordító nemzetgyűlés, ugye ez is egy jó kezdeményezés. Jó az is, hogy ez a csapat itt, akik most itt mögöttünk vannak, újra és újra megszerveznek ilyen tüntetéseket, és én szerintem hosszú távon annak is volt értelme, amit a Vajdahunyadvárnál gyülekezők alkottak, az is valakiket megszólít. És természetesen Gödény doktornak a pártmozgalma is megszólít embereket, vagy akár a Mi Hazánk is. De azért oda kell figyelni, hogy majd a végén az ember merre felé tart, melyik csapathoz áll be, mert nem mindegy, hogy 20 méterrel a Mézesbödön előtt lerobban a kocsink, és nem jutunk el odáig, vagy egész odáig eljutunk, és ki is tudjuk nyitni a Mézesbödön tetejét, és meg tudjuk kóstolni a mézet. Szóval azért ez nagyon fontos dolog. Szerintem nagyon sok feladat van még, és én a legfontosabbnak azt látom, hogy aki tisztán látja, hogy egy nagy csalás, szélhámosság folyik a világban, a Covid ennek csak egy kis része, jöhet ebből még akár egy háború, jöhet egy pénzügyi összeomlás, bármelyik pillanatban, és szószoros értelmében mondom, bármelyik pillanatban átválthatnak erre, mert látják, hogy a Covid-cirkusz az megbukóban van. A lényeg az, hogy azt kell felismerje a nép, hogy itt egy a mi rovásunkra, a mi torkunkra próbálnak rászállni, és a szabadságunkat próbálják elvenni, a méltóságunkat próbálják elvenni. Olyan dolgokat próbálnak beállítani jogként, amihez alapvetően jogunk van, mint emberi lényeknek. Tehát az nem egy adottság. Az nem egy adottság, az nem egy privilégium, hogy valaki szabad ember lehet egy országban, hanem az vele születetten, az ő véleményét kinyilváníthatja, ez az ő vele született joga. És ehhez nem kell pitiznünk ahhoz, hogy ezt megkapjuk. És ezt az alapvető emberi jogot, ezt nem veheti el senki, ezért kell kiállni, és ezt kell megérteni, hogy itt most arról szól az egész, hogy hosszú évtizedek után újra eljutottunk a határára a rabszolgatartásnak. Valamilyen küldetése biztosan volt annak, hogy a magyarság így szétszóródott szerte a világban, és mindenfelé találunk magyarokat. Nem hiszem azt sem, hogy ez teljesen unikum, hiszen nagyon sok nép ugyanígy van, de ez különösen szívhez szóló akkor, amikor egy ilyen kis nép, mint a magyarság, bárhova megyünk, bárhol bármit megnyitunk, akkor kiderül, hogy ott van egy kanadai trucker, egy kamionos, aki szintén magyar, erdélyi származású, és ő azt mondja, hogy őt vagy innen viszik hullazsákban, vagy győztesként fog elmenni. És akkor elküldtem egy kanadai origin, kanadai barátomnak, aki megnézte, és azt mondta, hogy jó, hogy ilyen kanadaiak vannak. És akkor az embernek a
önbecsülése, büszkesége azért megjelenik, és azt gondolom, hogy ez nagyon jó. És ugyanilyenek vannak Ausztráliában, vannak Amerikában, vannak másfelé. Hajrá, magyarok, összetartsunk, és próbáljunk meg mindent megtenni ezért a világcirkusznak a megsemmisítésért.